Amigos a mai nap folyamán hihetetlen dolog történt, és pedig a Sega végre valahára bejelentette azt az oly régóta várt Sonic Unleash PC-s portot, a hivatalosat. Ezt a Matsuri demót nem sokkal a bejelentés után tették fel az internetre, bármelyikőtök letöltheti, és... Amigos, én egyszerűen nem is jutok szóhoz. Nézzétek meg, hogy mit csináltak ezek a játékkal. Nem elég, hogy újraalkották a teljes pályát az eredeti béta nyersanyagokból, hanem emellett még az optimalizáltsága is kifejezetten kiemelkedő minőségűre sikeredett, hiszen ahogy azt láthatjátok, gyakorlatilag 60 FPS-sel fut a játék ezen a felvételen is. Nagyon büszke vagyok a Segára, hogy végre meglépték ezt a döntést, és kiadták a Sonic Unleashed-et hivatalos keretek között PC-re. Persze látom, hogy ott az a szomszéd kanyar a sártócsákkal egy kicsit máshogy néz ki, egy kicsit próbálták a korábbi pályadizájnt finomítani, átalakítani, vagy talán a bétához próbálták hozzáigazítani. Nem először fordulna elő, hogy egy korábbi béta verzióban használt pályadizájnt a későbbi bolti verzióban megint visszaállítanak, mert azt jónak találták, úgyhogy én annak a számlájára írom ezt a döntést is. Minden esetre, mindettől függetlenül nagyon büszke vagyok a Segára, hogy ezt végre valahára meglépték. Éppen ideje volt, amigos, már nagyon régóta vártam egy PC-s Unleashed portot, egy teljes PC-s Unleashed portot, és ez a póz egy kissé érdekesre sikeredett. Minden esetre látszik teljes mértékben, hogy az állatmodelleket is teljesen újraalkották. Eszméletlen mennyi munkát fektettek ebbe a portba, amigos. Erről azonban most eszembe jutott az amúgy is felejthetetlen emlékem, amikor is inszeminátorként dolgoztam, inszeminátor szakaszisztensként dolgoztam egy gazdaságban, és nekem kellett lefognom a tehenet. Most nem akarom elmondani, hogy mi az az inszeminátorozás, hogy pontosan mit is takar ez a fogalomkör, hát ha valamelyik kötök éppen eszik videónézés közben, vagy éppen evéshez készülődik, maradjunk annyiban, hogy a munkához vastag gesztyű használata szükséges, és szerintem ezzel eleget is mondtam, most már biztosan nem kell majd begoogliznotok sehová sem. Igen, na mindegy, a lényeg az, hogy az Unleashed PC portot végre akció közben is láthattuk, hihetetlenül néz ki, maximálisan meg vagyok elégedve, és már csak a megjelenési dátumot várom, mivel a Sega ezen területen még nem intézkedett.